Köszöntöm Paletta Kulturális Magazin műsorunk valamennyi nézőit. Mai adásunk középpontjában a balett, a mozgásszínház, a fehérvári, a székesfehérvári balettszínház lesz majd. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban a balettszínház igazgatóját, Egerházi Attilát. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszönöm én is a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a nézőket én is. Mondhatjuk azt, hogy nagyon mozgalmas hétvégén van túl a balettszínház, hiszen szombaton már mi is beszámoltunk itt a hírműsorunkban, illetve a kulturális hírekben is láthattak beszámolót arról, hogy ismét nyílt napot tartottatok, és hát én úgy láttam, hogy talán most voltak a legtöbben az érdeklődők közül ezen a nyílt napon. Igen, ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy ekkora nagy érdeklődés övezi a balettszínház munkáját, működését. Többen, tehát overbook volt, sokkal többen jelentkeztek, mint amennyit be tudunk, ugye, vagy lehetőséget tudunk biztosítani, hogy egy alkalommal megnézik, hiszen a teremnek a mérete nem teszi lehetővé, hogy 20 embernél több vendéget be tudjunk fogadni, de ez alkalmat teremt arra, hogy ismét és ismét ugye meghirdessük és megrendezzük a nyílt napokat. Nagyon jó volt, nagyon kellemes volt, nagyon hangulatos volt. Remélem az ellátogató nézőknek is. Együtt táncoltunk, a táncosok együtt táncoltak, mint záró akkordjaként együtt táncoltak az együttes tagjaival, úgyhogy ez egy nagyon érdekes interaktív találkozás volt. Ez volt a szombati nap, és szintén egy interaktív találkozás volt ott már a próbatánc keretében, azokkal a fiatal táncosokkal, ez vasárnap volt másnap. Megtartottuk, megrendeztük az első próbatáncunkat, amelyre 150-en jelentkeztek, ami egy nagyon figyelemre méltó. Az egy nagyon nagy szám, nem? Az egy nagyon nagy szám, még olyan együttesnél is, ami akár több 10 éve működik. Úgyhogy ez egy nagyon figyelemre méltó és sokat árulkodó beszédes szám. Ebből ugye videó alapján, a beérkezett videók és életrajzok alapján kiválogattunk, 56 táncos hívtunk meg a próbatáncra, ebből 33 táncos érkezett meg, ugye a világ minden tájáról jelentkeztek, azt hiszem 7-8 országból, természetesen magyarok is voltak, úgyhogy 7-8 órán keresztül próbatáncot tartottunk vasárnap, és utána meg rohantunk este a Művészetek Palotájában, Nemzeti Táncszínház próbatermébe próbálni. Igen, hiszen egy különleges felkérést kapott a balettszínház. Én azt gondolom, hogy ezt nevezhetjük különlegesnek, nem? Nagyon különleges, és főleg még egyszer az, hogy egy vadonatúj társulatról beszélünk, és nagyon megtisztelő felkérés. Régi szakmai és kapcsolatot ápolok a Nemzeti Táncszínházzal, Ertül Péter igazgatóúrral, és talán ennek is köszönhető az, hogy rögtön, ahogy megalakult a balettszínház, meghívott bennünket, nem is akárhova, hanem a Budapest Fesztiválra, táncfesztiválra, ami hát talán az egyik legrangosabb táncfesztiválja a hazánknak. Nagyon sok együttes, tehát az összes nagy együttes képviselteti magát. Hát a színejava, gondolom, a táncéletnek. Így van, most már mi is a színejava vagyunk, azt mondhatom. A Naplemente címmel egy nagyon érdekes és valóban, ahogy mondtad, különleges produkcióról van szó, és az is az apropója, nem csak a táncfesztivál, hanem gazdagodott a tánc, illetve egy új táncszínházzal, ami a Millenárosan épült, most kerül hamarosan átadásra, és mi a nyitó programban vagyunk benne, a Kamara Színházában, ami csak a nevébe kamara, de egy, hát több mint 11x10 méteres színpadról beszélünk, ami nem egy kamara méret, csak annál van egy nagyobb is. És mivel a darab kamara jellegű, hiszen mindösszesen 4 táncos és 1 zenészre íródik, most készítem, Naplemente címvel, ami szintén egy nagyon beszédes cím, 2 idős táncos adta az apropóját, 2 ikonikus figurája a magyar táncéletnek, Lőrinc Katalin és Krámer György, tehát a pályájuk alkonyán lévő táncosokról beszélünk, de aki egy picit jártas a táncéletbe, tudja, kikről van szó. Lőrinc Katalin hietetlen nemzetközi karriert futott, Hulberg Balett szólistája volt, itthon most a dékán a Magyar Táncművészeti Egyetem, Krámer Györgyöt sem különösen kell bemutatni a táncot kedvelő és értő közönségnek, hát ő a Győri Balett alapító tagja volt, Miskolci Balettnak is volt az igazgatója, fontos szerepet tölt be a magyar táncéletben, de nagyszerű művész, mindemellett, a tisztségeik mellett karizmatikus művészekről, nagy megéltségű művészekről van szó, akik találkoznak a darabba 2 fiatal szólistánkkal, Krisztina Porres Mormeneóval és Graziano Bongiovanni, valakinek van kettőztük, lekettőztem a szereposztást, minden esetőségre, meg egyáltalán érdekes látni más szereposztással is. Úgyhogy Emma Perezzel és Hozéval most
ott még a szereposztás az képlékeny a fiút illetően, tehát ez egy abszolút új és friss produkció, és van egy nagyszerű zeneművész a produkcióban, Lőrinczky Attila, nagybőgő művész, aki, mint megtudtam, most a világ 10 legjobb nagybőgő művészébe beszavazták. És de nem csak ez a lényeg, hanem ő tényleg úgy használja a hangszert, mint egy fuvolát, vagy néha egy dobot. Tehát ő mindent tud a hangszeren, és egy nagyon kreatív, érzékeny művész ő is. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt... Akkor minden... ez egy ilyen szerencsés találkozás, ez egy nagyon nem? Szerencsés, régóta, régi tervem, hogy készítek ezekkel az emberekkel egy közös produkciót, és most minden összejött. Hát van a Székesfehérvári Balettszínház, van az új épület a Nemzeti Táncszínháznak, érkezett ez a megtisztelő felkérés, ez a Nemzeti Táncszínház produkció, közös produkciója a Székesfehérvári Balettszínházzal. És vannak ezek a csodálatos művészek, mind az idősebb, mind a fiatal generációból, hát már csak meg kell ebből a jó alapanyagból meg kell főzni ezt az étket. Nyilván vannak már inspirációk, gondolatok, amik megfogalmaztak, voltak már benned a produkció kapcsán. Mi az, ami ebből megosztható, elárulható? Ez egy táncköltemény. Táncköltemény lehet, csak nem nagyon érdemes beszélni. Verselemzésé válik, és akkor az nagyon szubjektív lesz, hogy én mit látok, vagy mit szeretnék láttatni, amiben impressziók, képek, puzzle-ök, szanaszét, és ezek a az elején szanaszét lévő képek fognak összeállni, és kiadni egy képet, amilyen maga a naplement. Tehát a cím, az, ahogy mondtam, beszédes, mindent elárul, ez egy költői kép a mi esetünkben, és egy igazi táncvers készül, aminek a középpontjában egy életút van, illetve nagyon erőteljesen a karakterek, mind az idős pár, mind a fiatal pár, hogy én priméren fogalmazzak, karakterei határozzák meg a darabnak a sodrását és dramaturgiáját, és hát olyan igazságokról beszélünk a darabba, amik azt gondolom nem csak a művészek, vagy az én igazságaim, vagy nem csak a művészek igazságai, hanem mindannyiunk igazságai, és tulajdonképpen ez egy tükör, mint minden mű egy tükör, vagy annak készül, amiben megpillanthatja magát a néző. Vagy saját életi helyzetét is nyilván, igen, hiszen az improvizáció az pont erre jó talán. Hiszen vannak pontok, mi egyformák vagyunk, csak különböző megéltséggel, de az élet olyan nehézségeket állít mindannyiunk elé, ami aztán különbözőképpen birkózunk meg, de meg kell birkóznunk, és mindamellett azért ez egy amelyet, hogy vannak mélységei a darabnak, vannak magasságai is, és van humora, ironikus, szarkasztikus humora, ami azt gondolom nagyon fontos ahhoz, hogy valódi drámát tudjunk kreálni, ahhoz nagyon fontos, hogy segítségül hívjuk a humort, az öniróniát, és még sok minden más drámai, dramaturgiai eszközöt. Akkor valóban olyan, mint maga az élet, ahol mindez a pont fellelhető, gondolom, pontosan. Nem véletlenül hozta ezt a párhuzamot sem. Ez nem pusztán tánc vagy kinetika, hanem színház, táncszínház, természetesen tánc és mozgás által, de a zeneművnek is nagyon, nagyon fontos szerepe van. Még egyet elfelejtettem mondani, hogy a Lőrinczky Attila élő zenéje mellett két zenemű is elhangzik, megírt, megkomponált zenemű, nem is akárkitől, Frank Sinatra, Love, mindenki által jól ismert Love zenéből azért rejlik irónia, és humor, és szeretet, és Leonard Cohennek egy dala, nem mondom el, melyik, hagy legyen meglepetés, de nagyon sokan ismerik, azt gondolom, a nézők között. A neve mindenképpen sugallhat egyébként bennünk már gondolatokat. Akkor mondhatjuk azt, hogy nyilván ez számodra is egy nagyon szép feladat, de a Balettszínház számára is egy komoly elismerés, nem? Hogy egy ilyen körbe bemutatkozik, egyáltalában felmerült a gondolat, hogy egy ilyen helyszínnek a nyitó produkciói közé tartozzon. Én az önmagában vévén ezt egy elismerésnek vagy értékmérőnek tekintem a Balettszínházat illetően, és talán az én munkámat illetően. Igen, ez mondhatom úgy, hogy nagy szavakat használ, ez egy mérföldkő az én életemben, és maga, hogy ezt a darabot én megcsinálhatom, és most alkalom nyílik rá. És egy mérföldkő, csak nem az a szám áll rajta, mint az én pályafutásomban, de mindenképpen mérföldkő az újon alap megalapítása került Balettszínház életébe is, hiszen ez egy fontos esemény, mert ezzel a produkcióval azt gondolom beintegráljuk, hogy ilyen csúnya szóval éljek a magyar táncéletbe,
a Székesfehérvári Balettszínházat. Mert nagyon fontos, hogy ne elszigetelve magánügye legyen ez Székesfehérvárnak vagy Fejér megyének, hanem osszuk meg ezt a kincset és a művészi értékeinket, és integráljuk ezt a társulatot és a repertoárt a magyar táncéletbe, illetve a nemzetközi táncéletbe, és ez mindenképpen egy integráló hatású, hiszen egy olyan palettán jelenünk meg, egy olyan fórumon, ahol fókuszba kerül a székesfehérvári táncművészet és a kultúra. Szerves része lehet a bérkeringésnek. Pontosan, pontosan. Ez azt is jelenti, akkor gondolom, hogy a szokásos napi rutinban most már az is benne van, hogy erre az előadásra is készültök, kemény munkával is. Róma és Júliával együtt, igen, és utazgatunk. A repertoáron lévő dolgokat is ugye szinten kell tartani, igen. Ezt már itt hallhatták a nézők többször. Pontosan, és mivel ez ugye külső helyszínen készül, mivel az imént említett érintett művészeket egyeztetni nem egy egyszerű feladat, hiszen ők is borzasztó elfoglaltak, és nagyon sokrétű feladataik vannak. Ezért van egy gyújtópont a Nemzeti Táncszínháznak, mivel ez az ő felkérésükre történt, ő produkciók, illetve közös produkció a Székesfehérvári Balettszínházzal, ezért az ő próbatermükbe, a Nemzeti Táncszínház próbatermébe, ami a MIPA-ban van, a Művészetek Palotájában próbáljuk most már harmadik hete ezt a produkciót, és február 24-én gördül fel a függöny a naplementére az új Nemzeti Táncszínház csodálatos épületének, kamaraszínházába, este 7 órakor, akit érdekel, fehérvárjak is, nagyon nagy szeretettel várom, várjuk őket, nagy izgalommal és szeretettel. Jegyek most már a jegy.hu-n egyébként vásároltok, vagy a Nemzeti Táncszínháznak. Hát az ilyen szokásos bejáratot. A szokásos bejáratot helyen vásárolhatók, és február 24-én és utána ismételjük ugyanott március 24-én, és nagyon bízom benne. Fehérváron is látható lesz? Egész biztosan, még keresjük az alkalmat és a helyszínt, a megfelelő helyszínt ennek a produkciónak. Természetesen ezt szeretnénk is minél többször játszani Fehérváron, illetve ez a szenáriumában, a színpad képével együtt, ez könnyen utaztatható, viszonylag könnyen utaztatható darab, és szeretném utaztatni más helyszínekre is ezt a produkciót. Nos, hát akkor van feladat bőven. Én még egy kicsit visszacsatolnék a műsorunk elején elhangzottakhoz, mégpedig a próbatánchoz, hiszen hát ugye, ahogy említetted, az is egy mérföldkő, hogy ennyi jelentkező volt. Mikor lesz döntés, vagy mi lesz ennek a folytatása? Most ugye megnéztétek ezt a 31 néhány jelentkezőt, gondolom, hogy eleve már az is azért bizonyos következtetést adott nektek, és akkor mire lehet majd számítani? Igazából ez egy felmérés is volt, hogy kik érdeklődnek, milyen táncosok, tehát ez nagyon sokat elárul, mert akinek nem tudunk szerződést ajánlani, hiszen a lehetőségünk és a státuszunk végesek, azok, akik számunkra érdekesek és izgalmasak, megtartjuk a kapcsolatot, és ez a jövőbe esetleg együttműködésre adhat lehetőséget, tehát ez semmiféleképpen nem haszontalan, de most ugye a cél az volt, hogy egyetlen szólista helyünk volt, és ezt a szólistát megtalálni úgy néz ki, hogy sikerült, tehát meg tudtuk találni azt az embert, de az, hogy ez végleges legyen, hogy ki, mert 3 olyan jelentkező van, akit ugye erre alkalmasnak tartottunk, az majd február 11-én fog eldőlni, hiszen ők is mennek még másik együtteshez próbatáncra, egyébként még hozzánk is érkeznek 4 ezen a héten, úgyhogy a végleges döntés mind a kettőnk részéről, ez majd február 11-én lesz meg, de nagyon-nagyon érdekes volt látni, nagyon kvalitásos táncművészek érkeztek, és azt gondolom, hogy ez viszi a jó hírét, hiszen akik itt voltak nálunk, azért beszélni fognak a társulatról és a próbatáncról, és ez is maga, ez az egy próbatánc is viszi a jó hírét nemzetközi szinten a társulatnak. Ilyenkor mi a feladat egyébként a jelentkezőnek? Ez egy standard, szokott módja van, általában tánc együtteseknél ez a bevált módszer, ez a legjobb megméretet, és egy balett gyakorlatot tartunk, abból nagyon sok minden kiterül, még akkor is, ha nálunk a balett az, mint mondottam korábban, ez nem műfaji meghatározó, mi kortárs balettet művelünk, de a balett az mint technika, és nagyon sok mindenre árulkodik, tehát egy balett, szokványos balett gyakorlatot tartunk, és utána egy szelektáció következik, és utána a repertoár, mert ugye a repertoárt kell, hogy táncoljanak, arra szerződtetünk, a repertoárból egy rövid szólót, illetve egy padödőt, egy kettőst betanítunk a jelentkezőknek, és az alapján, hogy ki, hogy úgy mondjam, hogy veszi a lapot, vagy hogy
passzol a társulathoz, a művészi elképzeléshez, ahhoz képest tudunk választani. Mi nem egy könnyű feladat, főleg akkor, amikor sok hasonló, jó karakterű táncos van, akkor nagyon hajszál dolgok, szavakban nem is önthető dolgok, hogy még döntenek, de nagyon sok minden. Úgyhogy ez egy nagyon koncentrált munka, a próbatánc. Igen, gondolom, hogy mind a két fél részéről, és amit említettél, hogy talán tényleg ilyenkor a végén derül ki az, hogy lehet, hogy valakinek van egy kiváló balett technikája, de ugyanakkor nincs olyan előadókészsége, vagy a kortár, vagy ahhoz a repertoárhoz nem. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon izgalmas alkímia majdnem, tehát meg, igen, izgalmas, és rövid idő alatt, tehát nekik is, és nekünk is. Nekik is rövid idő van megmutatkozni, és nekünk is, a döntököknek rövid idő van dönteni. Tehát ez egy nagyon intenzív, megélt pillanat, 36 fokos lázban ég ilyenkor az ember, ahogy Koszoros költök mondja, mert nagyon fókuszáltan kell dolgozni mindkét részről. Úgyhogy ez egy fárasztó, de nagyon szép feladat. Úgyhogy fantáziára bízom mindenkinek, hogy 7-8 órát ebbe a sodrásba dolgozni mindkét részéről, azért az egy ember próbáló dolog. De nagyon fontos, mert ez eldönti azt, hogy kivel dolgozunk együtt, ugye a jövőben, és hát a nagy érdemű, a közönség ugye azt fogja látni, akit mi választunk. Úgyhogy ez egy izgalmas, fontos dolog. Hát én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy ennyi minden újdonsággal, friss információval tudtál nekünk szolgálni, és hát azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében sok sikert kívánok a munkátokhoz, és hát várjuk, hogy mi hamarabb lássuk akkor ezt az új előadást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy beszámolhattam arról, hogy mivel töltjük mindennapjainkat, és ígérem, hamarosan jelentkezünk, hiszen a Rómeó is a küszöbön áll. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Nézőink pedig maradjanak még velünk, hiszen Eperjes Károly is nemrégiben itt járt Székesfehérváron. Vakler Lajos kollégám beszélgetett vele. Ez lesz a mai palettának majd a záró, vagy úgymond záró akkordja. Köszönöm, hogy itt voltak. Egy hét múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra! Amikor az eukarisztikus nemzetközi találkozóról beszélünk, illetve a készülődésről, nekem óvatatlanul is beugrik 1938. május 25-e, amikor Pacelli Víboros rádióbeszéde azt hiszem megmozgatta teljes egészében. Válságban volt Európa, mint tudjuk. Mint most. Kicsit olyan volt a helyzet, mint manapság. Pontosan akkor olyan. Hitler, és ezt nem tudta elfedni a Szent István ünnepségek sorozatosan. Hitler és Sztálin. A vörös és a fekete diktatúra. Most meg a szürke diktatúra van, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a világban a relativizmus blöfje, ami még nagyobb veszedelem. Még nagyobb veszedelem, mert azt legalább tetten lehetett érni, nem mintha könnyű lett volna elviselni. De az ördög mindig csinos volt, de soha nem volt olyan csinos, mint most. Most nehezebb. A globalizmus, a nihilizmus, a relativizmus, ez még borzasztóbbak, mint a nacionalizmus, meg a szocializmus, meg a kommunizmus. A keresztény élet forrása és csúcsa az eukarisztia. Úgy van. Én szintén egy 1994-es történetet hoznék erre, amikor Eperjes Károly kiállt, és azt mondta, hogy jelentem, megtértem. Ez egy rendkívül fontos időpont volt, és azóta pedig azt tapasztalhatjuk, hogy valóban hittel él, és figyelni kell minden egyes pillanatra, amikor megnyilatkozik ez ügyben. Az megtörtént ott egy pillanat, és ebben a nagybátyámnak, vagy Gyula bácsinak, aki itt volt Bodajkon pap, aztán Úrhidán a börtön után, és a Takács Nándor püspökatyának nagy érdemei vannak ebben a megtérésben, de most nem szeretnék kitérni rá külön, és ott meg is tapasztaltam, hogy nem csak egyszer kell megtérni, hanem szüntelenül. És ez a lehetőség az eucharisztián keresztül minden nap megadatik. Mi kell ahhoz, hogy a hitben növekedhessünk? Kérni kell a kegyelmeket az Istentől, és amikor kapjuk, azt hűségesen őrizni és továbbadni. Amikor a szentségekről beszélünk, kiemeljük az eukarisztiát, tehát ez egyértelműen fontos nekünk. Igen. De mit kell tennünk a hétköznapokon, hogy valódi ünnep lehessen nekünk hittel élni? Ő a forrás, ő belőle kell táplálkozni. Tehát majd itt is el szeretném mondani a hallgatóság előtt, hogy
bent van a mi atyánkban, az a katekézisnek is a centruma. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Az imának a centruma. Ő ezt kéri az atyától, és ő maga lesz az élő kenyér. Tehát minden nap lehet vele találkozni az Istennel. De most is találkozunk, amikor jó kérdés van, vagy esetleg gyarlóságom ellenére jó válasz van, akkor is jelen van az Isten, mert ha ketten összejöttök a nevemben, ott vagyok közöttetek. De én ezeket nem tudnám, hogyha nem lennék napi szentáldozó. Nem, én már biztos, hogy visszazuhannék. Hát én voltam kétszer a pokol kapujába drogügyben, meg mindenféle őrületben. Ezt a világot ezt nem lehet bírni, csak az Úr Jézussal. Nélkül nem lehet bírni. Tehát akkor teszünk jót magunkkal, ha hitből várjuk a megigazulás reményét? Hitáltal jön a megigazulás, ahogy a Bibliában van. Hit nélkül meg a sajnos. Volt szerencsém egy olyan előadást végignézni, ahol egy Babits verssel búcsúzott. Igen, oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem is ne hús tegyen magyarrá. S nőjünk az ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. És a nap itt nem panteizmus, hanem hogy a nap a fizikát élteti az energiájával, ugyanúgy az Isten, a Szent Háromság egy Isten, élteti az embert az Eucharisztián keresztül. Onnan árad belőle az energia. Egy ilyen találkozó mennyit segít abban, hogy a köznapi ember is megértse, és példaként tekintsen azokra a gondolatokra, amelyeket megfogalmaz? Nem az én dolgom. Azt viszont érzékelem, hogy volt már híres professzor, volt egyszerű ember, aki Istentől kapott általam közvetített mondatból elindult ezen az úton. Nem is egy. A pályámon is vannak ilyen emberek. Nem egy embernek lettem, Nász nagyja, nem egy embernek lettem, keresztapja. Úgyhogy, és elindultak. Aztán onnantól már az ő dolguk, hogy az a szabad akaratuk van, hogy mennyire őrzik a lángot. Ebben a felgyorsult világban mennyire lehet hitelesen hirdetni Isten jelenlétét? Ez a fontos, hogy hitelesen. Mit jelent a hitelesség önnek, nekünk? Az, hogy harmonikusan. Tehát az nem megy, hogy mondom, és közben nem úgy élek. Az nem megy. A sztártüfi, az álszent, az, nem, az úgy nem megy. Hogy én megmutatom magamat a templomba, így, úgy, amúgy. Hát ez bent van a Bibliában, ugye, aki hátul a bűnös, azt mondja, hogy én Uram, én Istenem bűnös vagyok, bocsáss meg. Elő meg a nagy imádkozó, én hál' Isten, nem vagyok olyan, mint az. Hát az úgy nem megy. Minden bent van a Bibliában, csak jól kell érteni, és fel kell rá készülni. Igen, ez egy jó mondat, még felelős felkészülés és hiteles továbbadás. Szerintem ez a feladat. És erre mindenkinek megvan a lehetősége? Mindenkinek. Mint ahogyha könyörgünk, és elmondjuk, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mindenkinek megvan a lehetőség. Nincs olyan ember, akinek nincs meg a lehetőség. Mindenkinek. Olyan van, hogy valakit már gyerekkorban úgy megrontanak, hogy nehezebben ér el hozzá. Olyan van. Ezért van a Bibliában az is, hogy jaj, annak, aki a gyermekeket megrontja. De hát most már a gyerekek megrontása iparágak épülnek rá. Hát a nőknek nem az élethordozás, a máriai minőség, a női lét, hanem ilyen nyújtott fitness lény. Nem vagy nő, ha nem vagy olyan, mint már becézi magát a barbár, Barbie. A férfiak, nehogy mi lemaradtunk, Szent József vagy Jézus helyett meg ott van nekünk ezek a humorral mondom, hogy, és értsék, a neokarizmatikusok, az agya, a szexusa, az intellektusa, mind rajta gépen, vagy a füstben. Nem terv. Jó úton járunk. Krisztus nem hiába váltott meg minket. Hogy mondta 16. Benedek pápa? A 21. század vagy keresztény lesz, és eucharisztikus, vagy nem lesz. És a mostani pápánk ugyanezen az úton jár. Teljes szimbiózisben élnek. Nagyon szeret minket az Isten. A 16. Benedek pápa visszalépett, én nem értettem. Ő nem olyan
kommunikációban nem olyan erős, mint volt második János pápa. De második János, most már szent, ugye, második János pápa mögött ott volt mindig Ratzinger. Tehát mindent átbeszéltek. Viszont Ferenc pápa kommunikatívabb. És most mögötte ott van, most nem úgy hívják, hogy Ratzinger, hanem úgy hívják, hogy 16. Benedek, és mindent átbeszélnek. És van egy penke teológus mindegyik mögötte, és van egy szélesen, könnyebben elfogadható pápánk. Szóval nagyon nagy alázat volt 16. Benedektől, hogy visszalépett. Hát 16. Benedek szétszették a kristály teológiája miatt. Hát próbálták szétszedni. És inkább hátralépett, és azt mondta, jöjjön a Szent. Csak jegyzem, nincs több hely. A Szigszuzi kápa, még egy pápa, ez az utolsó állítólag. Már nincs több a festményeknek hely, csak egy. Igen, ott jártunk, tapasztaltuk. Nos, még egy kérdés, és az utolsó. Egy ilyen teltház, akár Székesfehérváron, vagy bárhol másutt, az megerősítést ad? Most jöttem Kolozsvárról, még kétszer annyian kimaradtam, mint amennyien befértek. Úgy látszik, az embereknek valami van a lelkükben, hogy igénylik. Már aki? Aki nem? Ha sört és virslit osztanak, biztos, hogy többen vannak. Biztos, hogy sajnos többen vannak. És hát nagyon, nagyon rossz tendencia van a nemzetünkben. 2000-ben az ország 72%-a vallotta magát kereszténynek. 2010-ben a népszámláláskor már csak 54%-a. Most 2020-ban nem tudom, hogy az eucharisztikus világtalálkozó idején hányan fogják vallani magukat. De hogy mondta Dobó, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl.